Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, mindenekelőtt köszönöm szépen a megtisztelő felkérést a Magyar Obezitológia és Mozgásterápiás Társaság kongresszusára, melyen első alkalommal van lehetőségem részt venni. Hát ahogy én elnézem, én itt ebből az obezitást és kevésbé a mozgásterápiát képviselem. Nézzük a kettes típusú diabéteszt. A lényeg az a rossz prognózis, a várható élettartam jelentősen csökken, nőkben nagyobb mértékben a nem diabéteszesekhez képest. Ez döntően a kardiovaszkuláris okokra vezethető vissza, de a tumoros és bármilyen eredetű halálozás is magasabb cukorbetegekben. Ha megnézzük a kardiovaszkuláris prevenció és terápia legfontosabb összetevőit, akkor azt mondhatjuk, hogy az alsó három, az antihipertenzív, lipidcsökkentő és aszpirin kezelés sokkal hatékonyabb, mint az orális antidiabetikus kezelés. Nem kell egy magas vérnyomásos beteget 10-valahány év után injekciós terápiára állítanunk. Egy ma már klasszikus ábra, jogosan mérföldkővizsgálatnak nevezzük a United Kingdom Perspective Diabetes Study-t, ami azt is igazolta, hogy a diabétesz felismerésekor körülbelül fele már csak a bétasejt funkció, és hát mi innen próbáljuk a korlefolyást módosítani. Ha túl egészséges betegeket kezelünk, akkor ez nyilván nem hatékony. A túlbeteg az megint csak nem hatékony, ezt nagy vizsgálatok igazolták diabéteszben, gondoljunk az Accordra vagy a VIDT-re, tehát nekünk a maximális terápiás előnyt kell kihasználnunk, ami cukorbetegségben a betegség felfedezését jelenti. Számos új ajánlás jelent meg az utóbbi 1-2 évben, ez egy konszenzusos ajánlás az amerikai és az európai társaságé, kettőt emelnék ki, glikémiás célérték és a választandó terápia minden esetben egyénre szabott kell, hogy legyen. Ha nem ellenjavalt, akkor az első választandó készítmény a metformin, és a metformin utáni terápiás lépésekről korlátozottak az adataink. Nagyon fontos a betegközpontú megközelítés, illetve a kardiovaszkuláris rizikó komplex csökkentése. Ezt egy évvel előzte meg, tehát ezt az amerikai-európai ajánlást, a Magyar Diabétesz Társaság ajánlása. Nem így volt, de akár azt is hihetné az ember, hogy elolvasták és sok okosat találtak benne, és azt hasznosították a nemzetközi ajánlásban. Ő nagyon sok minden tényleg ott visszaköszön, hiszen megjelent a célérték helyett a céltartomány, a bétasejt működést megóvó készítmények előnyben részesítése, illetve a hipoglikémia és a súlygyarapodás lehetőség szerinti elkerülése. Az egyénre szabott kezelés azt is jelenti, hogy szigorúbb kezelést alkalmazhatunk motivált, önellátó betegekben, ha a hipoglikémia rizikó alacsony, ha a friss vagy rövid időtartamú betegekben, amikor a várható élettartam hosszú. Célszerűbb, szigorúbb kezelést választani, ha nincsenek érdemi kísérőbetegségek, igazolt érszövődmények, és hát ez az alsó források támogató rendszer, ez azt jelenti, hogy a beteg meg is tudja fizetni ezeket az általában drágább kezeléseket. A nem gyógyszeres kezelésnek minden aspektusa kedvező, a baj az, hogy a hatékonysága önmagában egy év után általában romlik. Ez a derék mamut tekinthető az első diabetológusnak, igen hatékony eszközei voltak rá, hogy megfelelő fizikai aktivitásra, mozgásterápiára vegye rá az ősembert. Hát mamut most már nincsen, nem is mozgunk eleget, vannak helyette orális antidiabetikumok, melyeket non-szekretagóg és szekretagóg formára oszthatunk. Az utóbbi években napvilágot látott valamennyi ajánlás az életmód kezelés után a metformin kezelést teszi az első helyre, széleskörű a tapasztalat, nincs súlycsökkenés, nincs hipoglikémia,
tényleg csökkenti a kardiovaszkulális kockázatot, és mindezek mellett még olcsó is. A hátrányok közül a laktátacidózis, amennyiben betartjuk az alkalmazás javallatait, akkor elkanyagolható gyakoriságú. A B12 vitamin hiányra viszont sokkal jobban oda kell figyelnünk, fontos ellenjavallat még a beszűkült vesefunkció. A fő hatásmechanizmus az a hepatikus inzulinrezisztencia csökkentése, ehhez csatlakozik a perifériás inzulinrezisztencia csökkentése, a szénhidrát felszívódás gátlása, és még egyre visszatérnék a DPP-4 gátlókkal. A már említett UKPDS legfontosabb üzenete az volt, hogy a túlsúlyos betegekben alkalmazott metformin esetében valamennyi végpont körülbelül 40%-os csökkenését lehetett elérni. A metformin több támadásponton is érprotektív, és összességében az inzulinérzékenység javítása, hemoreológiás paraméterek javítása révén egy csökkenő kardiovaszkuláris rizikót eredményez. Mik a gyakorlatban a fő problémák? Lépcsőzetes kezelés helyett teljes dózissal kezdjük el, és így körülbelül a betegek egyharmada nem fogja szedni, illetve az inzulinkezelés bevezetésekor elhagyják a metformint, ezt semmiféle patofiziológiai irányelv nem támogatja, és az ajánlások sem. Ha ki kell tapasztalnunk, mennyi az a minimum dózis, amit a metforminból elbír a beteg, és ha ez sem megy, akkor ki kell próbálni az XR formulát. Ugye átállítást követően ez jobb gastrointestinális toleranciát mutat, és mivel általában este adjuk egyszer, az együttműködést is javíthatja. David Matthews, oxfordi professzor egyik előadásából származik a dia, ugye, metformin után mindenki adjon azt, amit akar, azért ez talán mégsem egészen így van. Az egyik lehetőség az alfa-glukozidáz gátló, nem okoz hipoglikémiát, posztprandiális vércukrot csökkenti, két vizsgálatban is csökkentette a kardiovaszkulás események számát, és nincs szisztémás hatása, mivel mindössze 2%-a szívódik föl. A gastrointestinális mellékhatások itt a főhatás részét képezik. Az akarbóz késlelteti a szénhidrátok felszívódását a bélből, és ez 24 órás vércukorbőrben láthatjuk, hogy ezeket az igen kártékony posztprandiális vércukor csúcsokat fogja levágni az akarbóz, és nem véletlen, ugye, hogy a Mária 7 metaanalízisben, ez cukorbetegeken történt metaanalízis, valamennyi kardiovaszkuláris végpontot kedvezően befolyásolta. Szulfanilureák, ugye ezek is a hagyományos gyógyszerekhez tartoznak, széleskörű a tapasztalat, csökkentik a mikrovaszkuláris kockázatot, és itt már lesznek érdemi mellékhatások, elsősorban a súlynövekedés és a hipoglikémia, korszerű készítménynek a gliklezid és a glimepirid tartható, ISB, aritmiahajlam, perifériás érbetegség és mikrovaszkuláris szövődmény esetén feltétlenül gliklazid adása javasolt, a többinek valójában nincs is indikációja. Somerset Maugham mondta, hogy a nagy igazságok túlságosan fontosak ahhoz, hogy újak legyenek, hát ennek megfelelően a szekretagógszer az hipoglikémiát okoz. Nem mindegy, hogy milyen mértékben, a két korszerű szert direkt módon hasonlították össze, ez nem megszokott, mert általában az új szert valami ózsdihoz szokták hasonlítani. Kiderült, hogy a glimepirid és a gliklazid azonosan hatékony, de gliklazid mellett fele annyi lesz a hipoglikémia, mint glimepirid mellett. Simonyi Gábor főorvos úrtól kaptam ezt a diát, meg is fog jelenni a Metabolizmus ez évi első számában. Ez egy 71 éves férfi beteg, látjuk, hogy 18 éve cukorbeteg. Első rátekintésre gyönyörűek az adatok, 8-as éhomi vércukor, 6-1-es hemoglobin A1C, metformin akarbóz és 90 mg diaprel volt a kezelés. Napközben gyönyörűek a vércukrok, ugye? 6 az akarbóz, nincs posztprandiális hiperglikémia, és mi van éjjel? Hát a beteg egész éjjel hipózik, tehát teljesen fölöslegesen kap szulfanilureát.
akár bele is halhat. Ez pedig a Diabetes Care februári számából származik, ahol is a silent hipoglikémia és a silent aritmia kapcsolódására hívták fel a figyelmet. Itt is 24 órás holter és 24 órás vércukormérés történt. Ez egy 66 éves beteg, isémiás szívbeteg, diabéteses, 6-9-es a hemoglobin A1C, CGMS során az átlagos vércukorszint 7,3, ez akár optimális is lehetne. A minimális vércukor 2,6, a maximális 15,5, és a dolog másik oldala, 24 óra alatt 1858 kamrai extra, 31 kapcsolt, 3 tripla és 2 kamrai tahikardia. Ő két beteget mutattak be, a másiknak 6 kamrai tahikardiája volt. Hát sok jó ebből biztosan nem fog kisülni. A következtetés az, hogy kettes típusú diabétesben és kardiovaszkuláris betegségben szenvedő, inzulinnal vagy szulfaniúriával kezelt betegekben igen gyakori mind a tünetmentes hipoglikénia, mint a súlyos aritmia, különösen a lefekvés körüli időszakban. Rosiglitazon, az ma a fekete bárány, tudjuk, hogy már lassan 4 éve nem elérhető. A glitazonoknak vannak kedvező hatásaik, nem okoznak hipót, tartós a hatásuk, kedvezőek a non-glikémiás hatások, és nem számítva a kardiovaszkulárist, itt egyéb releváns mellékhatások is vannak, súlynövekedés, ödéma, szívelégtelenség és a csonttörések, illetve a legújabb, hogy úgy mondjam, hot topic, az a pioglitazon és a hólyagrák. Azért hangsúlyozandó, hogy nagy dózisban több mint 2 év után okozott kismértékű kockázat emelkedést, rövidebb ideig, alacsony a hazánkban megszokott dózisban nem okozott, és a pioglitazon és a hólyagrák kapcsolata egy túldimenzionált problémának tűnik. És akkor nézzük a legkorszerűbbnek tartható csoportot, az inkretineket. A lényeg itt az, hogyha egy adott szénhidrátot megeszünk, vagy vénásan beadunk, akkor lényegesen nagyobb inzulin szekréciót vált ki a per osz elfogyasztott szénhidrát, tehát valami a bélcsatornában ezt megemeli ezt a hatást, ezért nevezik inkretinnek. Ma már tudjuk, hogy ez a GLP-1 és a GIP. Ezek a az ileum jejunumból felszaporodó anyagok ugye serkentik a glukózdependens inzulin szekréciót, gátolják a glukóz elválasztást, lassítják a gyomorürülést és az étvágyat is. A gond az, hogy ezt a nagyon finom kis anyagot néhány perc alatt a DPP4 enzim elbontja, ezért DPP4 rezisztens hatóanyagokra, illetve a DPP enzim inhibítoraira terelődött a farmakológiai figyelme, ez az utóbbiak a gliptinek. A gliptinek sem okoznak hipoglikémiát, nagyon jól tolerálhatóak, nem igaz ez a mérsékelt hemoglobin A1C, ezek lényegében placebo-val egyenlő mellékhatás profiljuk van. Miért szerencsés a metformin és a DPP4 gátló kombinációja? A metforminnak saját magának is van egy GLP-1 fokozó hatása, de ez se fog érvényesülni, mert ezt is elbontja a DPP4 enzim, de ha DPP4 gátlóval együtt adjuk elő, akkor ez egy valódi szinergista hatás lesz, szinergista módon fog javulni a bétasejt funkció, és itt is láthatjuk, hogy ez egészségesekben is, betegekben is egy valódi szinergista inzulinotróp hatás, és a glukagon szekréció gátlásában is erről van szó. A glukózdependens hatás azt jelenti, hogy magasabb vércukor, magasabb hemoglobin A1C esetén fokozottabb a hatás, másik oldalról azt jelenti, hogy alacsony esetén nem érvényesül, tehát nem lesz érdemi hipoglikémia rizikó, tehát hogyha megnézzük itt a sitagliptint összehasonlítva szulfaniúriával, akkor a súlygyarapodás is csak szulfaniúriánál van, jelentős lesz a különbség, a hipoglikémiában pedig nagyságrendi különbség lesz a sitagliptin javára. Ebből a szinergista hatásból adódóan egy nagyobb lesz a különbség
metformin-szitagliptin kombináció esetén, minthogyha csak a szitagliptint adnánk monoterápiában, ez viszonylag egy nagyon ritka eset. És lassan a végére érnék, hát gyógyszerekről beszélünk, elsősorban a gyógyszerek hatásáról, másodszorban a mellékhatásáról, de van egy harmadik hatásuk is, ez a mágikus erő. Hát a mágikus erő az részben az orvos saját maga, és ezt validált módon meg is vizsgálták, az volt a munkahipotézis, hogy az empátiás orvosok által gondozott cukorbetegek kezelése eredményesebb. És kérem szépen, kijött. Ugye a betegek értékelték az orvosokat, és az empátiásnak tartott betegek sokkal nagyobb arányban tudtak elérni 7% alatti hemoglobin A1C-t és célértéken levő LDL koleszterolt, tehát az orvos magasfokú empátiája cukorbetegekben dokumentáltan hozzájárul a kezelés eredményességéhez is. Egy darabig még ránk is szükség van. Köszönöm szépen a figyelmet.